A koronavírus járvány átírta az aerobik versenynaptárt is. Az egész tavaszi versenyidőszak elmaradt. A magyar delegáció nem utazott el októberben egy bulgáriai nemzetközi versenyre, de két magyar kupafordulót meg tudtak rendezni. Mazács Fanni most kapcsolódik be a munkába, a jövő évi világbajnokságra készül, ami a világjátékok válogató versenye is egyben. Hát semmiképp nem mondanám egy könnyű évnek így lelki szempontból sem, mert hát lényegében minden versenyünk elmaradt, ugye a tavaszi fordulók előtt már ugye bezárták a mindenféle sportolási lehetőséget, illetve most a második fél évben volt egy verseny, amin részt tudtunk venni, és ugye a második forduló, ami következett volna, az előtt a válogatottból többen lebetegedtünk, és ezért nem tudtunk már ott sem részt venni. Hát ugye én is átestem a koronavíruson, úgyhogy hát még a kényszerpihenőmet töltöm, és ebből most így nagyon fokozatosan állunk vissza az edzésre, úgyhogy hát körülbelül január elején fogunk tudni, hogy igazán nekiállni a munkának. Rea is szorgalmasan edz. Nagy álma, hogy egyszer világbajnok legyen. Először bemelegítünk, aztán elkezdünk ilyen elemeket csinálni, vagy gyakizunk, és aztán pedig erősítünk és nyújtunk. Mikor nem jöhettünk, az rossz volt, mert otthon nem tudtam olyan dolgokat megcsinálni. És hát most igazából így kicsit nekünk is jobb, mert az edzők sokkal többet tudnak ránk figyelni. Meg nekik is jobb, mert akkor sokkal jobban meg tudják nézni, hogy mi mit csinálunk meg. Nehéz időszakon vannak túl az edzők is. A PSN ZRT aerobik szakosztályának vezetője Varga Réfi Eszter értékelte a szezont. Hát igen, rendhagyó volt, az biztos. Szerintem senki nem látott még hasonló évet. Igazából a tavasz volt nagyon kemény, mert hát az egész versenyszezonunk elmaradt. Abból a szempontból volt szerencsés, hogy az előkészületeket meg tudtuk csinálni, tehát a téli alapozás, illetve az új versenygyakorlatok elkészítése aránylag azt mondom, hogy begyakorlása is megtörtént. Így egy picit egyszerűbb volt szünetre mennünk, hogy úgymond fel voltunk készülve a versenyidőszakra. Aztán az első magyar kupánk előtt egy nappal sikerült lefújni mindent, úgyhogy ott egy légy nagy csalódás volt a gyerekeknek. Hát igyekeztünk mindent bevetni tavasszal, nagyrészt ilyen otthoni edzésvideókkal, edzéstervekkel, elképesztően nagy mennyiségű edzésanyagot forgatott minden edző otthon. Úgyhogy hát munkás volt először, azt kell, hogy mondjam, hogy több feladat volt, mint tehát tudtunk volna dolgozni, és sokkal kevésbé volt hatékony, de azért akik igyekeztek és szorgalmasak voltak, azok így is tudtak lépést tartani a dologgal, meg megtartani az edzettségüket. És akkor májusban volt egy kis kültéri edzéses szakasz, és akkor utána visszajöhettünk tornaterembe kis létszámmal, illetve május végétől pedig teljes létszámmal. És az úgy nagyon-nagyon kellett az életben maradáshoz, meg ahhoz, hogy gördülékeny maradjon az év. És az egyik legnagyobb pozitívum az volt, hogy a nyári táborokat meg tudtuk tartani. Ovisoknak, kisiskolásoknak, versenyzőknek egyaránt. Úgyhogy a június az már teljesen hagyományosan, és az augusztus is teljesen normálisan lebonyolódott, és azért ebből nagyon sok erőt merített mindenki, főleg a rengeteg otthoni kanapés, meg nappalis edzések után. És elég jól el tudtuk kezdeni a szeptembert, amiért hálás vagyok, örülök, feltöltöttek a csoportok, jött rengeteg új ovisunk, új kisiskolásaink, tehát majdnem, hogy azt a létszámot hoztuk, amit az elmúlt években szerintem pár gyerekkel lehettünk kevesebben, és el is indult a versenyszezon. Szeptemberben két barátságos versenyen voltunk, októberben egy magyar kupán, és novemberben is egy magyar kupán. Hát ott voltunk az erős kifejezésén, ezt pont kihagytam egy-két edző kollégámmal, meg a felnőtt válogatottal egyetemben, mi akkor estünk át a koronavíruson éppen. De a szakosztály részt vett rajta, és szépen szerepeltek, jó eredmények születtek. Nem mondanám azért ezeket olyan igazi tökéletes versenynek. Persze meg kellett mutatni a tudásukat, a pontozóbírók adtak pontszámot, de nem utazhattunk együtt, külön autókkal kellett menni, mindenki csak addig tartózkodhatott a csarnokban, amíg versenyzett, nem volt eredményhirdetés, utána itt a tornaterembe adtuk át az érmeket, okleveleket. A távolságot kellett tartani a lelátón, maszkba kellett neki ülni, ott nem jöhetett be a szülő, csak egy-egy. Tehát, hogy ilyen, azért voltak olyan kemény szabályok, amit nehéz is betartani, meg egy picit a lényegét veszik el a versenynek, hogy ők azt hiányolták, hogy nem lehetett közösen busszal utazni, vagy nem lehetett ott aludni együtt egy szálláson.
a csapatnak, de mégis azért volt egy kis verseny. Aztán a versenyünk után jött egy kis leállás. Mi elrendeltünk egy 7 szakosztályi szünetet, mert nálunk is felütötte a fejét itt ott a vírus, és akkor amikor jöttek a szigorítások, akkor mi is azok mentén dolgoztunk tovább. Úgyhogy a jelenlegi helyzet az az, hogy a nem versenyzők otthon online edzéseket végeznek, ovisok, kisiskolások két csoportban, és akik versenyengedéllyel rendelkeznek, azok jöhetnek tornatermi edzésre, de amint a képen is látszik, nagyon-nagyon széthúztuk és ledegradáltuk a létszámokat, hogy mindig ilyen 5-10 fő tartózkodjon. Azért a régebbi 30 fős edzéseket nem tudjuk úgy megcsinálni, hogy az biztonságos legyen mindenki számára. Igazából az összes tervünk egy picit kudarcba fulladt, de nem hagyom én sem, meg senki az egy edzői bandából csüggedni a társaságot, inkább akkor nagyon erőteljesen felhasználjuk a jövő évre való felkészülésre ezt az időszakot, mert nagyon ritkán van lehetőség arra, hogy 3-4 gyerekenként egy edző tudjon velük foglalkozni, úgyhogy akik járni tudnak, azoknak elképesztően hasznos időszak ez, és inkább erre építünk. Aztán én nagyon bízom benne, hogy normális módon le tud majd zajlani a 2021, bár azért azt gondolom, hogy a tavasz nehezen fog még indulni, de én igyekszem úgy hozzáállni, hogy gőzerővel minden tud majd menni, remélem. Az aerobikosoknak idén már nem lesz versenye, még a hagyományos karácsonyi gálát sem tudják megrendezni, de a jövőt tekintve az egész szakosztály a legkisebbektől a felnőttekig bizakodó.